estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 16-a van Csongor névnapja. Ma van Szent Bernadett ünnepe, akinek gyermekkorában megjelent Szűz Mária. 186 éve meghalt Katona József drámaíró, a Bánkbán szerzője. 311 évvel ezelőtt pedig Anna angol királynő lovaggá ütötte Isaac Newtont. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Elkezdték nyomtatni a köztársasági parlamenti választásokra a szavazó cédulákat. Befejezték a kétnapos próbaérettségi írását az általános iskolások. Lesboszon járt ma Ferenc pápa. Ma tartották a 29. belgrádi maratont. Megkezdődött a köztársasági parlamenti választásokra több mint 6,7 millió szavazólap nyomtatása Szerbiában, tartalékként pedig további 30 ezer példány nyomtatását hagyta jóvá a köztársasági választási bizottság. A legtöbb szavazócédula jégszürke színű lesz, és három méretben nyomtatják őket. Az A4-es formátumú szavazólapokat használják majd azokban a községekben, ahol csak a szerb és amellett egy kisebbségi nyelv van hivatalos használatban. Azokban a községekben, ahol legalább két kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van, A3-as formátumú szavazólapokon adhatják le voksukat a polgárok. Ezekből mintegy 600 ezer lesz nyomtatva. Ahol pedig 4 vagy 5 nyelv van hivatalos használatban, a szavazólapok A2-es formátumúak lesznek. Ilyen például Újvidék és Nagybecskerek, ahol a szerb nyelv mellett 5 kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van. A tartalék szavazócédulák vízjegy nélküliek, halvány zöldek lesznek, mondta Dejan Gyurgyevitja, a köztársasági választási bizottság elnöke. A szavazólapokhoz 10 tonna papírt hoztak Szlovéniából, amely külön erre a célra készült. Míg a választási bizottság a gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, a pártok továbbra is arról próbálják meggyőzni a polgárokat, hogy rájuk voksoljanak jövő vasárnap. A szerb haladópárt elnöke arra hívta fel a figyelmet ma Kruševácon, hogy Szerbiának évek óta először nincs költségvetési hiánya, ez pedig lehetőséget ad a következő időszakban a fizetések és a nyugdíjak növelésére. Alekszandar Vučić kiemelte, nem akarják megvásárolni az emberek szavazatait, a lakosokat a programok, a jövőre vonatkozó terveikkel szeretnék meggyőzni, hogy voksoljanak a haladókra. A pártelnök bejelentette, hogy új gyár fog nyílni Kruševácon. Alekszandar Vučić kiemelte, maga biztosan mondhatja, hogy a jövő jobb lesz, ezt pedig bizonyítják a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, valamint a Világbank és az IMF Szerbiával kapcsolatos kijelentései. Ma szentelték fel Aracson a felújított fakeresztet és a kopjafákat. A jelképeket tavaly ősszel egy filmforgatás miatt távolították el ideiglenesen, most a szimbólumok visszakerültek a helyükre. Szépen szólt a multidéző tekerőlant Micsik Béla keze alatt az aracsi puszta templom falai előtt. A muzsika a felújított fakeresztet ünnepelte, amely ezúttal is Ragács Ervin irányításával készült el. A jelképet kopjafa mintázattal ellátott oszlopok veszik körül. Az eredeti rendeltetésük az volt, hogy abban az időben itt még tehenek legelésztek kint, amikor emberek nem jártak. És hogy ne csak a kereszt álljon egy magában, hogy a tehenek ne dörgölődzenek hozzá, ne menjenek át rajta, tegyünk egy valamilyen díszítő kerítést. A tavaly ideiglenesen eltávolított szimbólumoknak a megmentését az Aracs 95 puszta templom polgárok társulásának alelnöke kezdeményezte, felsorakozott mögé a török becsei magyar politikum is. Mint helyiek reagáltunk erre, és akkor magunkra is vállaltuk, és a Nemzeti Tanáccsal közösen most célegyenesbe értünk. Annak idején engedély nélkül helyezték el a fakeresztet. A mostani visszaállítás már a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyásával történt. Az aracsi puszta templom az itt élő magyaroknak egy fontos hely, fontos zarándokhely, ahova mindig szívesen jöttek, mindig szívesen vannak itt, és a letett kereszt kopjafák is a műemlék tudomásul vétele nélkül került ide, viszont az ő tudomásuk vételével lett eltávolítva,
eltávolítva, és most ismét visszatéve arra a helyre, ahol a magyarok mindig szívesen vesznek részt, hiszen sokat jelent nekünk magyaroknak az Aracsi Puszta templom. Az Aracsi Puszta templomot 2013-ban a Magyar Nemzeti Tanács a magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű műemlékké nyilvánította. A nyolcadikos tanulók befejezték a kétnapos próbaérettségi írását. A diákok matematikából, szerb, illetve anyanyelvből, valamint fizikából, biológiából, kémiából, történelemből és földrajzból mérték fel tudásukat. A kísérettségét Szerbiában június 15-e és 17-e között tartják. A próbaérettségi célja a diákok tudásának felmérése, hogy tudják, mire kell az utolsó néhány hétben hangsúlyt fektetniük. Felsőoktatási tájékoztató körút keretében több mint 33 vajdasági középiskolát látogatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselői, ahol hasznos információkat nyújtanak a Szerbiában tovább tanulni vágyó diákoknak. A cél, hogy a fiatalok itthon maradjanak. A felsőoktatási tájékoztató körút keretében a Temerini Lukija Musicki középiskolában tartottak előadást, melynek egyik legfontosabb célja a diákok itthonmaradása és továbbtanulása, hangzott el a prezentáción. Kicsit kétségbe vagyok, hogy Újvidékre vagy Magyarba menjek Szegedre, de mondjuk így, hogy megtetszett, vagyis hogy kaptam pár információt, ami úgy, meg úgy vonzódást kaptam, hogy maradjak Újvidéken, és hát nem tudom, ez ami a kollégiumnak nagyon örülök, hogy van. A diákok között nagy volt az érdeklődés a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programja iránt is. Olyan vajdasági iskolákat járunk, ahol magyar nyelven folyik a tanítás, és ezeket a diákokat keressük fel, és tudatjuk velük, ugye, hogy milyen privilégiumokkal és milyen, hogy mondjam, ösztöndíjban lehet részük. Az ösztöndíjak 110 és 150 euró között alakulnak, ami főként a szülőknek jelent nagy segítséget, emelte ki Antal Szilárd. A prezentáción az Európa Kollégiumot is bemutatták. Általában pozitívak a visszajelzések, a kérdések pedig vegyesek voltak. Valakit érdekelt ugye a szakkollégium, hogy milyen tevékenységek valósulnak meg, van akit pedig az érdekelt, hogy milyenek a bentlakási feltételek. Az MNT szerb nyelvű felzárkóztató programokat és 14 tantárgyból felvételi felkészítő programokat is szervez. A felsőoktatási tájékoztató körút március 18-ától április 22-ig tart. Ferenc pápa ma Leszboszon járt, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és az aténi érsekkel meglátogatta a Görögszigeten működő menekülttábort, és beszélt a menekültek képviselőivel. A katolikus egyházfőt leszboszi látogatásakor Alexis Tsipras Görögország miniszterelnöke fogadta, majd pedig rövid tárgyalást folytattak. A migráns helyzetről is szó esett. Ezután Ferenc pápa a szigeten lévő menekülttáborba ment, ahol arra buzdította a tábor mintegy 2500 lakóját, hogy ne veszítsék el a reményt, mert nincsenek egyedül. A nemzetközi közösségnek pedig azt üzente, méltóság teljes választ adjon a menekült válságra. A római katolikus egyházfőt, aki első Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Leronimos aténi ortodox érsek társaságában járta be a tábort, segítséget kérő menekültek fogadták. A három vallási vezető közös nyilatkozatban szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy bátor választ adjon a humanitárius válságra és annak kiváltó okaira. A dokumentum elismerte az eddigi erőfeszítéseket, azonban szélesebb körű nemzetközi konszenzus sürgetett. Egy új program elindítását javasolják, amely célja a jogállamiság megvalósítása, az emberi jogok és a kisebbségek védelmének javítása, az embercsempészek elleni küzdelem, a veszélyes útvonalak megszüntetése és a megbízható áttelepítési eljárások kidolgozása. A katolikus egyházfő 12 menekültet visz magával a Vatikánba. Mind azelőtt érkeztek Leszboszra, hogy életbe lépett az EU-török alkú, amelynek értelmében a március 20-a után a szigetre érkezőket visszaküldik Törökországba.
41 áldozata van a japán délnyugati Kumamoto prefektúrájában pénteken történt nagy erejű földrengésnek, és több mint 500 embert szállítottak kórházba különféle sérülésekkel, közölték a japán hatóságok. A tűzoltóság feltételezi, hogy vannak még emberek a romok alatt. Elsősorban a falvakban nagy a pusztítás, ahol sok a faépület. A prefektúra szinte egész területén szünetel az áram és a gázszolgáltatás. A pénteki földrengés 7,3-as fokozatú volt, ugyanolyan erős, mint az 1995-ös kóbei, amely közel 6400 ember életet követelt. A híradások szerint a térségben gyakorlatilag nagyjából 10 percenként történnek utórengések. A japán meteorológiai szolgálat szerint ez így folytatódhat még néhány napon át. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Keresztény ifjúsági találkozót tartottak Csantavéren. Az alternatív gyógyászat képviselői mutatkoztak be Szabadkán. A Vajdasági Hivatásos Színházak 66. fesztiváljának fődíját a Julius Cézár című műnek ítélte oda a zsűri. Az előadás a Zombori Népszínház, a Budvai Városi Színház és a Svilajna művelődési központ közös produkciója. A zsűri egyhangú döntése alapján a legjobb gyermekelőadás díját a Szabadkai Gyermekszínház, a Kislány, aki mindenkit szeretett című előadása nyerte el. Színészdíjat kapott Gál Elvira az anya és a kislány szerepének megformálásáért ebben az előadásban. Az Ivana Mirkov Vlacsics emlékdíjat szintén a Szabadkai Gyermekszínház, a Kislány, aki mindenkit szeretett című előadása érdemelte ki, amelyet Tengely Gábor rendezett. A fesztivált idén Zomborban rendezték meg, hétfőn kezdődött. A szemle 11 előadásából 4 magyar nyelvű volt. Az előadásoknak csak nem a fele a legkisebbekhez, 6 produkció pedig a felnőtteknek szólt. Keresztény ifjúsági találkozót tartottak Csantavéren, az eseményre 1200 gyermek érkezett Vajdaság több településéről. Pókember integetett a gyerekeknek a csantavéri templom tornyából. Rengetegen gyűltek össze az épületnél, hogy lássák a meglepetést. Idősebb és fiatalabb gyerekek is részt vettek az idei keresztény ifjúsági találkozón. Szombat délelőtt előadásokat és interaktív programokat szerveztek. Sokan új barátságokat kötöttek. Nekem nagyon tetszett, mert többen is voltak, mint tavaly. Mert azt mondták, tavaly 1200-at, most meg 1200 fölött itt mondta. Kettő előadás volt, és nekem mind a kettő nagyon tetszett. És közben pedig volt, a két előadás között pedig voltak ilyen játékos foglalkozások. Az előadások után a falu futballpályáján több szabadidős tevékenység közül választottak a gyerekek. A fiatalok többek között fociztak, kosárlabdáztak, táncoltak, kötelet húztak és sárkányt is eregettek. Utcai Róbert csantavéri plébános már több éve az egyik főszervezője a találkozónak. Az elsődleges célja, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, de szerinte fontos az is, hogy a vajdasági hitközösség fiataljai megismerjék egymást. A nap csúcspontja az mindig a szentmise, délután 5 órakor kezdjük ezt. Szeretnénk egy különös jelenettel színesíteni a szentmisét, ami pontosan arra akar rávilágítani, egészen látványosan, hogy Isten az, aki fölemel minket, Isten az, aki irgalmas hozzánk, az ördög viszont lefelé húz minket, de bízunk abban, hogy mindig a jó győz. A falu plébánosa hozzátette, hogy minden évben más-más központi témát dolgoznak fel. Idén az irgalmasságot választották. Pirotban kampányolt a Demokrata párt elnöke. Bojan Pajtics azt mondta, a várost nem hagyják magára, úgy, mint a mostani kormány. Kiemelte, a demokraták fontosnak tartják a gazdaság támogatását. A DP Piroti szervezete programjának részeként egy gazdasági alapot hozna létre a településen. Ezzel szeretnék orvosolni a legnagyobb gondot, a fiatalok elvándorlását.
A közelgő választásokon az emberek két irány közül választhatnak, mondta a szociáldemokrata pártelnöke Despotovácon. Boris Tadic szerint az egyik Szerbia jövője felé halad, a másik pedig a jelenlegi hatalom politikája, amely gazdasági összeomláshoz vezet majd. Hozzátette, a mostani kormány tagjainak 20 év kellett ahhoz, hogy felfogják az Európai Uniós csatlakozás jelentőségét, tehát ugyanennyi év kell ahhoz, hogy felfogják azt, hogy rossz a gazdasági politikájuk. Az EBSZ választásokat megfigyelő missziójának munkatársaival találkozott ma Kórhec Tamás, a Magyar Mozgalom társelnöke, és Józsa László, az MM ideiglenes ügyvivő testületének tagja. A mozgalom képviselői tájékoztatták a megfigyelőket az érvénytelen támogatási ívek megjelenéséről és a folyamatban lévő bírósági fellebbezésükről. Az MM közleménye szerint Kórhec közölte a megfigyelőkkel, hogy becsületsértésért és rágalmazásért pert indít Pásztor István, a VMS elnöke ellen, mert a pártelnök az érvénytelen aláírások ügyében csalással vádolta meg. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Magyar Mozgalom, hogy változtassunk, VMDK lista nem indul a köztársasági választásokon, mivel a köztársasági választási bizottság azt állapította meg, hogy a szükséges 10 000 támogatói aláírásból 1611-et olyan pecséttel hitelesítettek, amely már nincs használatban. A döntést bíróságon támadták meg. Családi napot tartottak Kúlán a Népkörben. A rendezvényen a szakosztályok bemutatták eddigi eredményeiket és terveiket. Kétszáz aktív tagja van az 1868 óta folyamatosan működő Kúlai Népkör Magyar Művelődési Egyesületnek. A családi napon a szakosztályok szavalatokkal, gyermekjátékokkal és néptáncokkal mutatkoztak be. Gyerekek nagy örömmel jönnek mind napi szinten ide a Népkörbe, foglalkozunk velük, a hangsúly rajtuk van, és remélem, hogy ezek a gyerekek majd a jövőben tovább tudják vinni a Népkörnek úgy a vezetőségét, úgy a Népkör tovább tudják majd vezetni. Kúlának szoros kapcsolata van a magyarországi Kalocsával. Sok közös programot szerveztek az elmúlt években. Most egy 400 000 euró értékű uniós pályázaton indultak közösen. A választások után fogjuk kidolgozni, tehát bejelentjük, hiszen ez már úgy tűnik, hogy biztosítva lesz, és gyakorlatilag akkor dolgozzuk ki azokat a részleteket, és a kormányzattól ígéretünk van, hogy ezt meg fogjuk nyerni. Az eseményen részt vett Nyilas Mihály tartományi, oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár. Kiemelte, fontosnak tartja a hagyományápoló civil szervezetek támogatását. Mi azon vagyunk minden szinten, hogy ezt a segítséget megadjuk, és a jó projektekre, a jó rendezvényekre, a hagyományápolásra mindenképp találjunk pénzt, és ezt tesszük a Népkör esetében is minden évben. A családi napon bemutatkoztak a Vajdasági Magyar Szövetség kúlai jelöltjei is. Sikra fogunk szállni a részarányos foglalkoztatásért, mert ez az elmúlt évtizedekben eléggé megbomlott. Pásztor István, a VMS elnöke, a szavazópolgárok voksának fontosságára hívta fel a figyelmet. Azok, akik fölvállalták a kúlai község magyar lakosainak a politikai érdekérvényesítését, azok abban a helyzetben jussanak, hogy ennek a szándéknak eleget is tudjanak tenni. Ezért arra szeretném kérni a Kúla községbeli magyarokat, hogy 24-én mindannyian menjenek el szavazni, és a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavazzanak. A VMS elnöke szerint csak úgy alapozható meg a vajdasági magyarság fennmaradása, ha ehhez mindenki hozzájárul voksával. Faluszépítési akciót tartottak Tornyoson. A megmozdulást az április 22-i földnapjával kapcsolatban tartották. Az eseményt a helyi közösség, a Herőce civil szervezet és a VMS női fóruma szervezte.
A tornyosi gyerekek ilyen rögtönzött kiállításokat készítettek annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. A falu ifjúsági szervezete minden évben részt vesz az akción. Idén 20-an csatlakoztak a megmozduláshoz. A legfőbb tevékenység, amit ma végzünk, az a takarítási munkálatok, főleg a klubhelyiségünkben. Valamint kitűztük azt is célul, hogy raklapokból készítünk ilyen üdő alkalmatosságokat, valamint asztalokat is. A horgászok is bekapcsolódtak a munkába. Ők a Csíkér partján dolgoztak. Ott van lent egy nádfedeles bungallónk, annak a tetejét javítsuk ki tulajdonképpen, szedjük a hulladékot, amit minden évben meg szoktunk ejteni. Volt, aki fát, bokrot ültetett, és olyan is akadt, aki virágot helyezett a földbe. Immár 8. alkalommal szervezzük meg ezt a munkaakciót, és hát nagyon mindenki nagyon lelkesen és becsületesen részt vesz. Az akcióba Tornyos összes civil szervezete és intézménye bekapcsolódott, kiki a maga területét takarította, szépítette. A Prljavo Kázaliste horvát rock együttes hosszabb idő után ismét Szabadkán ad koncertet. A város sportcsarnokának kapui vasárnap már 17 óra 30 perctől nyitva állnak a látogatók előtt. A Prljavo Kázaliste az egyik legnépszerűbb rock együttes volt a régi Jugoszláviában. Ma a legnagyobb horvát pop-rock együttesnek számít. A banda 1979-ben mutatkozott be először Szabadkán az ifjúsági fesztiválon. 37 év után ismét fergeteges hangulatú koncertre készülnek, ahol az új számok mellett felcsendülnek majd a legnagyobb slágereik is. Kát je band skoro 40 godina na sceni, onda ne možeš pobjeći od sebe i ne možeš, moraš te pjesme koje su najdublje ostale u srcima ljudi, moraš se uvijek njima vraćati i znate ono da su ta ljudi čuju. Ne zove mama doktora Kiše Jesenje, Marinu, sve lako kad si mlad, heroj ulice i tako. Ne, dakle, mi smo za tih 10-15 pjesama uvijek vezani. A szervezők telt házra számítanak, ezért már csak alig maradt eladójegy. Očekujemo spektakl. Znači kao i svaki prethodni, znači očekujemo da bude puna hala. Moram da naglasim, pošto je ovo pretežno za stariju masu koncert namenjena, pošto je to njihova generacija. Pre 37 godina su zadnji put gostovali u Subotici, da u slučaju da ako žele da sede, pošto parter i sedišta nisu odvojena, ista je cena karata, da dođu na vreme. A Szabadkai sportcsarnokban vasárnap délután 17:30-tól várják a rockrajongókat. A koncert 20 órakor kezdődik. A horvát együttes előzenekar a Perpetuum Mobile, szabadkai banda lesz. Jegyek a helyszínen 1500 dináros áron vásárolhatók. Az alternatív gyógyászat képviselői mutatkoztak be szombaton Szabadkán, a Galéria Hotel átriumában a holisztikus gyógymódokkal és az egészséges életmóddal ismerkedhettek meg a látogatók. Az érdeklődők megtapasztalhatták, milyen az akupresszúrás masszázs, vagy hogy mit is takar a reiki technika. Akupresszúrás talpmasszázs, vagy éppen reiki gyakorlat. Csak néhány az alternatív orvoslás módszerei közül. A reiki a kézrátétellel történő gyógyítás elterjedt formája. A különleges japán módszer alapja a bioenergia felszabadítása. Rábaközi Tamás a stábunkon is megmutatta, hogyan is működik ez a különleges módszer. Kimondottan gyógyításra szánt energia, honnan valahonnan az univerzumból és a kezeimmel adom át, hogy az ember újból harmóniába legyen önmagával, a teste harmóniába kerüljön. Ez a kézrátételes gyógyítás tulajdonképpen a diszharmóniát korrigálja. Testünk épsége mellett a lelki egészség is fontos, vallja Slobodan Ilić. A motivációs szakember elmondta, az életmódváltás és a pozitív gondolkodás egyik alapfeltétele az önismeret. Egy új eszközt is kidolgozott, amely minden nap szembesíti a felhasználót a kitűzött célokkal. Jednostavno na neki način kažem natjera svakog pojedinca da sjedne, da kreira svoj uspjeh, razmisli o svojim ciljevima, željama, o postignutim rezultatima i da jednim svjetskim planski vođenim sopstvenog života, jednom dobrom analizom uvidi da ima svaki dan prostora dovoljno da se svaki dan nešto dobro uradi za sebe. Az alternatív gyógyászat Vajdaságban is egyre elfogadottabb.
mondta a Krömpotics Badavi Mária. A Badavi Poliklinika orvosa hangsúlyozta, a holisztikus gyógymódok a probléma gyökerét kezelik, nem csak a tüneteket. Akkor nekoga boli glava, on popije nešto protiv glavobolje, njega više glava ne boli, ali mi dalje ne znamo šta se dešava, zbog čega se to dešava. U holističkoj medicini pak terapeut će pregledom, razgovorom pokušati saznati šta je razlog te glavobolje, primenit će lečenje koje će onda biti ne samo uspešno, nego i dugotrajno. A Galéria Szálló Atriumában megtartott egészségnapon a látogatók azt is megtudhatták, hogyan étkezhetnek és élhetnek egészségesebben. Elhunyt Miskolci Magdolna a Magyar Szó nyugdíjas újságírója és lektora. 1958-ban született. A gimnáziumot Szabadkán végezte, majd 1983-ban szerzett magyar tanári oklevelet Újvidéken, a Bölcsészettudományi Kar magyar tanszékén. A Magyar Szóban lektorként kezdett dolgozni. A 90-es évek elején magyar kanizsai tudósítója lett a lapnak. Több mint két évtizeden át tudósított a község eseményeiről. A 2010-es évek elején rövid ideig ismét lektorként folytatta munkáját, majd betegsége miatt kénytelen volt nyugdíjba vonulni. A világbajnoki pontversenyben vezető Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma 1-es kínai nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A szezon eddigi két versenyén győztes 30 éves versenyzőnek ez pályafutása 33. az idei első pole pozíciója. Kínában 2012 után másodszor nyert időmérőt. Rosberg mögött Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig Kimi Räikkönen, a Ferrari 2007-es finn világbajnoka foglalja el. Az 56 körös kínai nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor kezdődik. Ma tartották a 29. belgrádi maratont, a versenyzők 10 órakor rajtoltak el a szerb fővárosban, 60 országból érkeztek résztvevők. A szervezők szerint az idei maraton és félmaraton 5836-an vettek részt, az 5 kilométeres távon pedig több mint 20 000-en indultak. Az eseményt a legendás kubai világrekorder magasugró Javier Sotomayor, valamint Belgrád polgármestere és a szerb sportminiszter nyitotta meg. Friz Krisztián az orosz Smenov ellen elveszítette ugyan a döntőt a nagybecskereki olimpiai selejtezőn, de a döntő bejutással a zentai birkózó kvótát szerzett a riói nyári olimpiára. Ezzel a szabadkai Davor Stefanek után Friz a második szerbiai birkózó, aki kivívta a riói indulás jogát, az óbecsei úszó Szilágyi Csaba után pedig a zentai birkózó a második vajdasági magyar sportoló, aki ott lehet Rióban. A magyarországi Lőrinc Tamás ugyancsak kijutott az ötkarikásra, miután a 66 kg-os súlycsoport döntőjében 6-1-re verte a grúz Bolvadzét. 8 és 14 év közötti gyerekek mérhették össze az ügyességüket szombat délelőtt Szabadkán. Az Északbácskai városban tartományi szintű szertorna versenyt tartottak. A megmérettetést a Szabadkai Partizán Zselyeznicsár Szertorna Egyesület szervezte. Csupák Alexnek ez volt az első versenye. Nagyon jó volt a verseny. A legfiatalabbak szülői kísérettel érkeztek. Hát a mi fiunk 4 éves kora óta jár, heti szinten kétszer, most már 7 éves kora óta pedig minden nap van edzése, nagyon szereti, soha nem volt semmi gond, mindig örömmel jön. Gombás Krisztián már tapasztalt versenyzőnek számít. 13 éves vagyok, nem sokára 14, már 9 éve tornázok, és ezen a versenyen a 4. kategóriában én lettem az első, és eddig is szép eredményeket értem el. Benne vagyok a Szerbia válogatott csapatába is, és szeretem ezt a sportot. A versenynek Szabadka és Újvidék résztvevői voltak. 4 korosztályban mérkőztek, 8-tól 14 éves korig. Talajtorna, lólengés, gyűrű, bakugrás, korlát és nyújtó. Ezekben a kategóriákban mérték össze ügyességüket. A tornásznak pontjai 20 ponttal indulnak,
és ebből vonják le a hibákat, amik lehet esztétikus hiba, meg technikai hiba is. És akkor ez alapján, hogy a tornász mennyi hibát vét el, kapja meg a végleges osztályzatot. És a minden hatszeren összeadják a tornászok osztályzatot, és így lesz meg az összesítve a tornásznak az eredmény. A verseny után még egy megmérettetés következett, ahol a vajdasági iskolák tornászai mérték össze tudásukat. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Elkezdték nyomtatni a köztársasági parlamenti választásokra a szavazó cédulákat. Befejezték a kétnapos próbaérettségi írását az általános iskolások. Leszboszon járt ma Ferenc pápa. Ma tartották a 29. belgrádi maratont. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Szép estét, viszontlátásra!